kérdése. Nem tudott írni, olvasni, az csak a papoknak és a kiváltságosoknak volt a tudománya. A népségben, hogyha a pénzt nem fegyverekre Európát, akkor is elmentek a kollégiumból Németalföldre, Svájcba, hogy hol a szíve, hiszen itt kapott helyt, menedéket. Pénzügyeinket a saját kezünkbe vettük, nem unatkozó londoni és New Yorki elemzők mondják meg, hogy mi Magyarországon a helyzet. Olyan kormányra van szükség az országa, aki ezt érti, tudja és ezeri. Kedves egybegyűltek, nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, amit eddig a kampányban kaptunk. Itt Debrecenben nem olyan... Úgy bánnak veled. Ostobaság szülte húd, gonosz tetteret. A végítéletkor bocsássál meg neked. De mi e földön élsz. Csak hogy erre felett. Ahogyan szavaztál, úgy bánjon veled. Ahol megszületünk, ott a hazaját, vagy hűzd az álmot, mit tiéd a föld. S a szíved köztük száll, néha elvitt a pár.
emlékszem, hogy az önök városa Debrecenben erős, közösségű, dinamikus magyar város, egy olyan város. Döntés értelmében a magyar kormány Debrecent 28 milliárd 175 millió 632.789 forint adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ezt bevezettük a polgármesterek és a képviselők összeférhetetlenségét. Ezért járól beszélni. A politikában két iskola létezik, az egyik azt mondja, hogy saját érti a fiatalokat, hát mi nyilván megértik őket. Az esélyekről is kell mondanom néhányszor. De ma szombat van. A választást pedig vasárnap fogják tartani. A reggel 6 órakor indul. Az állás 0-0. Pedig nagyon sokan már kétharmadról beszélnek. Én sohasem fogja megkapni. Amit megkaphatsz, az valami egészen más. Írta így hangzik. Az igazi veszedelem, de tudjuk, hogy ez az igazság. Ezért csak az asszonyok tudják az egész család ezek, a kommunisták mind ott lesznek, legyünk hát. Láttam, hogy amikor megjött Orbán úr, akkor szeretett volna neki mondani valamit. Az... De azt nem vették fel, ugye, hogy felvették. De azt felvettem. De édesanyám azt beszélt fel, azt édesanyám azt csinálja egy interjút, mert édesanyám beszélt a miniszterelnök úrral. De ön mit szeretett volna neki mondani? Egy magántémába kerestem volna meg, mert ismerjük egymást, mert a fia is Facebookon üzenetet küld nekem.